Debreceni Orvostudományi Egyetemet végezte, szülésznőgyógyászként dolgozott hosszú ideig, egyszer csak a szél felkapta őt, és Németországba sodródott, de közben a nagymamájától kapott két bőröndöt ajándékban, és közölte a nagymama, hogy ez a turul nemzetség hagyatéka, és mától kezdve neked kell, fiam, vigyázni rá. Ez az úr, aki itt mellettem áll, mindig is sokat foglalkozott hagyományőrzéssel, a történelem kutatásával, mindig is nagyon érdekelte. És egyszer csak úgy érezte kint, ott a távolban, hogy harangszó szól a lelkében, haza kéne jönni, már segíteni kéne nekünk. 30 év kutató munkáját fogjátok most hallani tőle. Fogadjátok szeretettel dr. Orgovics Kovács János. Köszönöm szépen ezeket a kedves bevezető szavakat. Valóban 30 év őstörténelem van mögöttem. Körülbelül 30 éves lehettem, amikor visszaköltözött Magyarországra Püski Amerikából, és hazahozta azt a könyvesboltját, amivel a világban szétszórt magyar kutatóknak a munkáját meg lehetett vásárolni. Hát amikor én ebbe a könyvesboltba egyszer véletlenül betévedtem, akkor a kezembe került a Dentu Magyaria című könyv Padányi Viktortól, és ez volt ez a könyv, ami bennem elindította ezt a hát egészen mondjuk őrületségbe menő kutatási munkát, mert ezt követően, miután ezt a könyvet elolvastam, olyan hihetetlen magyar értékeket fedeztem ebbe a könyvbe, hogy mutatott nekem meg, hogy ezt követően ahányszor Magyarországra jöttem, és én nagyon gyakran jöttem Magyarországra, hát mindig körülbelül olyan 100.000 forintnyi értékű ilyen mennyiségű könyvvel mentem Németországba, és ezt mindig két beteg között, amikor volt egy kis lapozgattam, és tanultam, és olvastam a könyveket. És így jutottam el körülbelül olyan 20-25 év után, hogy 500 őstörténelmi könyvet elolvastam, és akkor nyilván, hogyha valaki így belefúrja magát a magyar őstörténelembe, akarva akaratlanul megjelenik az az igény, hogy valahogy ezt nem csak magamnak kell megtartani, hanem átadjam az embereknek. És akkor meg is született bennem az, hogy jó, hát most én most nem fogok ebből csinálni egy összefoglaló írást, hanem előadásokat fogok tartani. Tartottam is egy pár előadást, és aztán mondták nekem, János, ez így nem lesz jó, ezt azért próbálni kéne képekkel is illusztrálni, hisz az emberek azért nem csak audio, hanem vizióba is gondolkoznak, és akkor így született egy audio-vizuális előadás. Hát most körülbelül egy olyan 160 képen keresztül fogom önöket végigvezetni. Hihetetlen dolgokat fogunk látni, mind Európából, Ázsiából, sőt Amerikából is, és ezeknek mindegyiknek van kötődése a magyarsághoz. Én azt hiszem, hogy aki innen távozni fog, ha véletlen olyan ember lenne köztünk, amit mondjuk nem hiszem, hogy akiben nincs ennyi magyarság érzet se, hát akiben egy gyömszennyi magyarság tudat van, innen egy oroszlán vagy egy elefánt nagysági nemzeti tudatra fog hazamenni. Mert amin itt végigmegyünk, az egyszerűen elképzelhetetlen, és hihetetlen, és csodálatos, hogy mihez a néphez tartozunk. Itt az euróázsiai területen az utolsó jégkorszakig fogunk visszamenni. Az utolsó jégkorszak az körülbelül 12 ezer évvel ezelőtt fejeződött be. Én több helyen más és más jellemzőket olvastam az utolsó jégkorszakra. Az egyik több helyen olvastam azt, hogy 70 ezer évig tartott. Ebben a 70 ezer évben voltak állítólag kisebb-nagyobb fölmelegedési korszakok is, de az egész az kb. 70 ezer évig tartott. Most az hogy nézett ki Európában, meg az egész Ázsia területen? Végülis északról lehúzódott egy jégtakaró egész a földközi tenger magasságáig, és mint egy csapka ráfeküdt a föld északi övére. Hogy az hogy nézett körülbelül ki, akkor kérném szépen a következő képet. Ez az. Az egész euróázsiai területet egy 3 kilométer vastagságú jégpáncél fette be, és ehhez képzeljenek el mínusz 40 és mínusz 70 fok hideget. Úgyhogy azt hiszem nem nehéz elhinni azt a tényt, hogy az egész euróázsiai területen kipusztult az emberiség. Emberiségét, meg az állatvilág is. Hisz, hogyha most lepottyantanánk valakit egy olyan helyre, ahol mínusz 70 fok van, és hozzá ugye alattam 3 kilométer vastagságú víz, hát semmi lehetőségem nincs se, élelemhez jutni se, növényvilághoz jutni se, semmihez se. Úgyhogy végül is egy hihetetlen kataklizmát jelentett ez az emberiség számára. Most tudni kell egy következő dolgot. A földkéregnek a vastagsága az euróázsiai területen kb. 70-80 km vastagságú. Az alatt már magma van.
Egyetlen kivétel van, és ez történetesen pont a Kárpát-medence. A Kárpát-medencében ez a földkéregnek a vastagsága ennek az euróázsiai területnekhez képest csak egy töredéke. Ennek köszönhetjük mai napig is, hogy bárhol lefúrunk a Kárpát-medencébe, mit kapunk? Hőforrásokat, jön föl a meleg víz. És ennek a magmához való közelségének köszönhetjük az, hogy a Kárpát-medencében nem alakult ki a jégpáncél. Az egyetlen terület, az egész euróázsiai területen, meg Amerikának is ennek az északi részén, ez a hely volt az, ahol az emberek át tudták élni azt a 70 ezer évet. Mondjuk itt se volt meleg, nem volt kánikula, az biztos, de az egy évnek egy bizonyos részében csak megjelent a vegetáció. Bizonyos szinten megvolt a lehetősége annak, hogy bizonyos állattenyésztés is lehessen végezni. És az évnek igaz, hogy kemények voltak itt is a telek, de azért nyáron a magmának a közelsége miatt, és mivel nem volt itt jégpáncél, képes volt itt az élet tovább haladni. Az azt jelenti, hogy a Kárpát-medence volt az a terület, ahol a jégkorszak előtti civilizáció képes volt átmentődni a jégkorszak utáni korra. Kérem szépen a következő képet. Az, hogy ez a kataklizma, amikor létrejött, milyen hirtelenséggel jött létre, ez a mamut bizonyítja. Szibériában találtak olyan mamutot, aminek a szájában a fű benne volt. Ez azt jelenti, hogy úgy fagyott meg, hogy még le tudott nyúlni a fűér, be tudott tenni a szájába, de mire lenyelte volna a füvet, megfagyott. Most azt el lehet képzelni, hogy az mit jelent, hisz egy mamut az több tonnás állat, ugye? És azt is tudjuk, hogy a fű az csak addig nő, ameddig az átlag hőmérséklet 15 fok fölött van. Tudjuk azt, hogy szeptemberben be lehet tenni a nyírót, fűnyírót a tárolóba, mert már nem kell tovább nyírni a füvet, mert nem nő tovább. Na most, ezek szerint ez a mamut, amikor még lenyúlt, ott még nőtt a fű, az azt jelenti, hogy még valahogy 15 fok körül kellett, hogy legyen a hőmérséklet. De mire fölemelte a szájába tette és le akarta nyelni, valami történt a földön, ami olyan hirtelen hőmérséklet változást okozott, hogy egy ilyen több tonnás állat egy pillanat alatt megfagyott. Menjünk tovább. Ez abban a 3 kilométeres vastagságú jégpáncélben benne találták. Na most így nézett ki az egész euróázsiai terület. Itt van az a jégtakaró, ugye az egy szép, sima terület volt, és a hegyeknek csak a legmagasabb csúcsait lehetett látni. Ezt azt hiszem, vizuálisan elég jól el lehet képzelni, hogy mit is jelentett ez nekünk ez az utolsó jégkorszak. Menjünk tovább. A következő részen lehet látni azt az átmeneti zónát, ami a földközi tenger környékén volt található. Itt már az évnek egy egész rövid szakaszán megjelent már a vegetáció, de az évnek a leghosszabb részén még azért jéggel volt fedve. Úgyhogy mondjuk itt is az átélés nem volt egyszerű. Menjünk tovább. Na most mi történt akkor, mikor az utolsó jégkorszak befejeződött? Ugye akkor ugyanolyan gyorsan, ahogy lejött ez a jégtakaró, és ami nagyon fontos ebben a jégtakaróban, ebben a 3 kilométeres jégtakaróban édes víz volt benne. Ez ugye nem tenger fagyott itt meg, hanem a csapadékok szépen egymásra rakottak, és az alkotta ezt a 3 kilométeres páncélt. Ebben édes víz volt, és ennek mi volt a következménye? Hát az volt a következménye, hogy a földnek a déli részén ez a víz hiányzott a vízkörforgásból, ez az édes víz. Ugye ennek a következménye az volt, hogy a földnek a déli része ennek a vízhiány következtében hát kezdett elsivatagosodni, és ott sem volt ám egyszerű az élet, ugye a hihetetlen kiszárasodás miatt az ott levő emberek, ott is nagy volt a pusztulás, hisz el van sivatagosodva minden, és ott tudtak csak túlélni, ahol nagyobb folyók vagy tavak voltak. Ott bizonyos szinten megvolt a lehetősége a túlélésnek. Na most amikor megtörtént ennek a jégtakarónak az olvadása, ez egy hihetetlen gyors folyamat volt, ugyanúgy a gyorsan jött a jégtakaró, ugyanúgy elég gyorsan is ment vissza, húzódott vissza, de ez a visszahúzódás ugye ez azzal járt, hogy a víz elkezdett olvadni. Na most a Kárpát-medencében egész időben nem volt jégtakaró, de a hágókon keresztül ez az olvadó víz az beáramlik a Kárpát-medencébe. És a Kárpát-medencében körülbelül 1000 év távlatáig kialakul egy tenger. Na most mi történik azzal a néppel, beszéljünk most egyenlőre Pannon népről, aki ezt az utolsó jégkorszakot átéli a Kárpát-medencében. Ennek a Pannon népnek nincs más lehetősége, csak fölkúszni a magaslatokra, körbe-körbe a Kárpát-medencébe,
és körülbelül 750-800 méter magasságában képes volt továbbra is mezőgazdaságot, tevékenységet végezni. Ugye ez a nép, ez átmentette a jégkorszak előtti korból a tudományoknak szinte minden válfaját. Értett természetesen a mezőgazdasághoz. Ezt nagyon szépen lehet a következő képekkel be is mutatni, hisz ő, amikor ez a tengerit kialakult, végzi a mezőgazdaságot. Ebbe a 780 méteres magasságban. Nézzük meg a következő képet. Aki járt Erdélybe, az biztos észrevette, hogy a hegyeknek egy bizonyos magasságban ilyen teraszos szerkezet látható a hegyeknek az oldalán. Ezt hívják pallag kultúrának. És ez nem csak Erdélybe található, hanem a Kárpát-medencében körbe-körben megtalálhatók ezek a teraszos elrendezések. És végül is itt körbe-körbe végezték is a mezőgazdaságot. Nyilván a hegyeknek az oldalát meg át kellett egy kicsit alakítani, hogy lehessen ottan vízszintes felületeket is csinálni, ahol lehessen aratni, meg vetni, meg stb. Mindent megteremteni kell a hétköznapi élethez. Menjünk tovább. Ennek a pallakultúrának a föltérképezését egy cimbalmas Tivadar nevezett úriember tárta elénk. Ő egy erdélyi származású ember. Remélem a következő képhez eljutunk, ott lehet majd őt látni. Aki vette a fáradtságot és beárta az egész Kárpát-medencét, és rá is mutat arra, hogy hol lehet ezeket a teraszos elrendezéseket föllelni. Most van még egy dolog, ugye az egy tudott dolog a történelemből is, hogyha valahol megjelenik egy nép, akkor az a nép nevezi el a körülötte levő geográfiai alkotmányoknak a elnevezését. Ő adja a hegyeknek, a völgyeknek, a tavaknak, a folyóknak a neveit. Általában az első nép, ami oda kerül. Itt is még lehet látni egy székelyfordú falucskát, és ugye most itten 750-800 méter magasságban vagyunk, és itt vannak pont a házak fölött ez a teraszos elrendezés. Hát nyilván most már ott nem csinálnak mezőgazdasági tevékenység, nincs rá szükség, mert ugye most már a tenger, ez kb. 1000 év után, itt a jégkorszak után, aztán innen elfolyt, illetve kipárologott, és akkor már a Kárpát-medence belsejét is lehetett használni. Menjünk a következő képre, akkor remélem most már megjelenik a cimbalmas Tivadar úr, akinek köszönhetjük ennek a pallag kultúrának a föltérképezését a Kárpát-medencében. Ő készít is egy filmet ezekről a részekről. Az ő filmében arról beszél, hogy a székelységnek a múltja 35 ezer évre tekint vissza, és abszolút nem biztos, hogy nincs igaza. Mert ugye mi úgy tanuljuk, hogy a székelyek azok a Hun Attilának a itt maradt népe, de van sok adat, ami arra mutat, hogy egy ősi Kárpát-medencei nép, legalábbis részben. Menjünk a következő képre. Na most, mint ahogy mondtam, hogy mindig az első nép nevezi meg a környezetének, adja a neveket. Hát így ez történik a Kárpát-medencébe is, sőt, azt lehet mondani, hogy az a nép, ami a Kárpát-medencébe túléli azt a kataklizmát, amit a utolsó jégkorszak jelent, hát nem csoda, hogy ezek az emberek a napon keresztül imádják az Istent. És gondolják, azok, akik tudják, hogy a múltban mit jelentett a hideg, és hogy mit jelent, milyen életet adó a nap, nem csoda az, hogy a nap számukra az a legfontosabb elem, ami nélkül tudja, ők aztán igazán tudják, hogy nap nélkül nincs élet a Földön. Most itt kezdődik el az a napisten kultusz, ami végül is mind a szkitákra, mind a hunokra is jellemző volt. És az bizonyára tudják, hogy az egyiptomiaknál a raszó, az a napistent jelenti, vagyis magát az Istent. Most talán azt is hallották már, hogy az egyiptomi nyelvet a magyar nyelv logikájával lehet csak megfejteni. Ez egy Borbola János nevezetű Hollandiában élő fogorvos kolléga, aki elvégezte az egyiptomiak, egyértelműen be tudta bizonyítani. Úgyhogy nem csoda az, hogy a Kárpát-medencében és a Egyiptomban végül is egy tájszólásnyi volt csak a különbség a két nyelvben. Na most a Kárpát-medencében levő az ősi panon nyelv is az Istennek a nevét az Ra-ként szerepelteti. És ennek megfelelően azokat a helyeket a Kárpát-medencében, amelyek a legközelebb vannak az Istenhez, az Úristenhez, azokat Ra névvel jelzi. Hát így alakul ki a Tátra, a Fátra,
a Mátra elnevezése. A Tátra, a Tat szó, az földet jelent. Szumer nyelven is földet jelent, de magyar nyelvben is. És még érdekessége van, a magyar nyelvnek van egy olyan jellegzetessége, hogy amit mi nagyon-nagyon fontosnak tartunk, azt egyszerre kétszer is egymás után elnevezünk. Így születik az a szó, hogy mama, papa, ugye mikor a gyerek megszületik, ezek a legfontosabb személyek számára. De így születik az a szó is, hogy tatabánya. Tata, a ta az a, ugye a földet jelent, vagy tatot, és akkor kétszer egymás után, azért mondja kétszer, mert nagyon fontos területről van szó, vannak ott olyan bányák, ami miatt annak idején nagyon fontosnak érezték ez a nép, aki ott a Pannon nép. De most van egy még egy dolog, az a nép, ami a Kárpát-medencében élt, több mint valószínű saját magát a magok urának nevezte. Ezt nem megálmodtam, hogy ez így lehetett, hanem ez abból adódik, hogy az egész Kárpát-medencében, mind felvidéken, mind Erdélyben találkozunk azzal a szóval, hogy magura. Most az a szó, hogy magura, az európai nyelvek közül egyik nyelvben sincs jelentősége. A magyarban megvan, magura. Most végül is nem is csoda, hogy így nevezik magukat, hisz a Kárpát-medencében mentődik át az élet a jégkorszak ideje alatt. Úgyhogy ők voltak a magja az emberiségnek, és mivel ők voltak ennek a területnek az urai, hát végül is nem is csoda, hogy úgy hívják magukat, hogy magura. Na most ilyen elnevezéseket lehet látni körbe-körbe a Kárpát-medencében, hogyha vesznek egy térképet, van a Tátrai magura, az Árvai magura, a Liptói magura, a Szepesi magura, Erdélyben Tarkolyi magura, Gutini, Feketehalmi, Naddisznodi és Kék magura. Menjünk tovább. Amikor a jégkorszak után levő 1000 év után ugye kiszárad a Kárpát-medence, akkor a Kárpát-medencébe egy, hát egy teljesen kánaáni környezet alakul ki. Csodálatos éghajlat, hihetetlen dús természet, a folyóink rengeteg halat adnak, az erdeink tele vannak vadállatokkal, és mivel hogy itt egy olyan nép él, ami végül is a természettudománynak minden részletéből át tudott menteni tudást még a jégkorszak eleti időkből, hát el is indul itt egy nagyon effektív mezőgazdaság, sőt kohászat, asztrológia, orvos, szóval minden tudomány elkezd itt fejlődni. De a legfontosabb most ebben mi szempontunkból pillanatnyilag, amit eladás szempontjából az, hogy elindul egy hihetetlen gyors emberszaporulat. Hisz minden megvan adva ahhoz, hogy szaporodjanak az emberek. El is indul a jégkorszaknak és a tengernek az eltűnése után a következő évezredben hihetetlen népszaporulat, aminek viszont az a következménye, hogy mivel hogy az egész ázsiai területen hihetetlen a területek vannak szabadon. Ma megjelentek az állatok, de még ember nincs rajta. És ugyanaz van Európában. Megjelennek az állatok, de még ember nincs ottan. És ahogy felszaporodik a Kárpát-medence népe, akkor viszont az elindul a szélrózsa minden irányába, azokra a területekre, amik szabadon várnak arra, hogy betelepüljenek. Na most körülbelül 8-9 évvel, 1000 évvel ezelőtt elindul egy nagy menet nyugat felé, és be is népesítik Nyugat-Európát. Ezeket a népeket hívja a történelem úgy, hogy kelták. Na most ennek a szó, hogy keltának is megvan végül is az értelme, hogy miért hívják őket keltának. Hát, hogyha valaki itten rákérdezett frissen jött rá, hogy honnan jössz, hát azt mit mond? Azt mondja, hogy keletről jövök. Úgyhogy ebből egyértelműen levezethető a kelta elnevezés. De most azok az emberek, akik körülbelül ugyanabban a korban, mint ahogy a kelták megérkeznek Nyugat-Európába, elindul egy nagy áramlat kelet felé is, és ezek a népek, akik elérik egészen az Ázsiának a legkeletibb részét, Kamcsatka, Csukotka területét, ezek adják a szkíta népeknek a alapgyökereit. De nem csak kárpát-medencei népek adják alapgyökerét a szkítáknak, itt több áramlat is csatlakozik hozzá. Hogyha csak a Kárpát-medence adná, akkor végül is az egész eurázsiai területet mindenhol magyarok lennének. Ez nincs így, és ez nyilván meg is magyarázható, hogy hogyan alakul ez egész ki. Itt van egy másik áramlat is, ami körülbelül 5-6 ezer évvel ezelőtt történik, az megy délkelet felé, Tigris és Eufrat irányába, ez a mezopotámiai terület. Ugye tudják azt a történelemből, legalábbis nekünk itt tanították, hogy a mezopotámiában egyszerre csak, mint egy villámszerűen megjelenik egy hihetetlen magas kultúra. Kifejlett írással, mezőgazdasággal, építkezéssel, csak úgy, mint a semmiből jött volna létre.
Na ez addig igaz is volt, lett volna ez az elmélet, ameddig megjelenem jelent Erdélybe Torma Zsófia nevezetű hölgy. Menjünk a következő képre. Ez a Mezopotámia terület, ez végül is a mai Iraknak a területe, Szíriától ugye keletre, itt van Mezopotámia, és itt van a két nagy folyó, Tigris és Eufrates. Na most itt végül is hasonló körülmények vannak, mint a Kárpát-medencében, itt ott nálunk van a Duna, Tisza, itt van ez a két nagy folyó, és itt is hát optimális körülmények vannak egy nagyon komoly mezőgazdaságnak a kiépítésére. Itt még melegebb van, mint a Kárpát-medencében, úgyhogy talán itt még bujább is volt a vegetáció. Úgyhogy az a tudás, amit a Kárpát-medencéből áthoznak ide, az volt az alap, amiből a semmiből egyszerre csak ott megjelenik az a nagy kultúra ezen a félhold területen. Nézzük meg tovább közelebbre ezt a helyet. A Mezopotámiának a szónak az elnevezése, hogy a görögül a mezo az azt jelenti, hogy közti, a pot, a patak szó is itt ott lehet hallani bele, a potámia az folyamot jelent. Na ugye mi ezt a görög szóból vezetjük le a Mezopotámia szót, de hogy én azt állítom, hogy a magyar az ősnyelv, akkor próbáljuk ezt levezetni a magyar nyelvből. Hogy én azt mondom, hogy mezőföld, és a mezőföldöt leírom görögül, akkor a görögben nincs ő betű, úgyhogy ma mezófód lesz belőle. A fő betűt a görögök PH-val írják, úgyhogy mezópotot kapok már mindjárt. És hogyha megnézzük, hogy a geográfiai területeket általában ilyen végződéssel illetik, mint például Románia, Itália, Germánia, a mezőföldhöz hozzáteszem ugyanezt a végződést, és görögül ülöm le, akkor megkapom meg Mezopotámiát. De most nem biztos, hogy így van ez levezetve, ezt mindenkinek a saját jó érzésére, én valószínűleg a görög nyelvből van levezetve, de nekem tetszik az, hogy magyarul is le tudom vezetni. Menjünk a következő képre. Itt van Torma Zsófia. Torma Zsófia a 19. század végén Maros megyében a Maros patak vagy folyó mentén, Tatárlak közelében megtalál több ilyen korongot, ebben hozzásegítenek neki a román régészek is. Mindenesetre itt van három korong, amelyek közül ez talán a legismertebb. Ezt a korongot nagyon sok ember hordja most már a nyakán is. Ezen egy olyan fajta írás található, ami 1500 évvel megelőzi a legősibb mezopotámiai írást. Ezek a korongok bizonyítják azt, hogy nem a szumér területre jön a kultúra felénk, hanem pont fordítva, a Kárpát-medencéből megy a kultúra lefelé. Mert ebből az írásból van levezetve a mezopotámiai írás. Egyértelmű, hogy itt alakult ki hamarabb az írástudás, mint Mezopotámiában. A történészek ezt az írásfajtát úgy is hívják, hogy présumér írás. Szóval még utalnak is arra, hogy ebből alakult ki a sumér írás. Menjünk a következő képre. Itt lehet látni a sumér városokat. Ugye a sumér városokat sajnos nem a magyar történészek és a régészek tárták föl, nyilván anyagi okoknál fogva, hisz mai napig nem vagyunk annyira ellátva anyagi javakkal. Hát itt leginkább franciák, amerikaiak, olaszok, japánok, németek kutattak, és ők megpróbálták a helyi anyagokból, egy agyagtáblákból, amit megpróbáltak így vagy úgy megfejteni, megpróbálták rekonstruálni, hogy hogy hívták azokat a helyiségeket, városokat, amik Mezopotámiában találhatóak. De most annak ellenére, hogy nem a magyarok kutatták ezt a területet, ezek az idegen nyelvű emberek olyan neveket hoztak elő a táblákból, amik egyértelműen magyarul, mai napig magyarul érthetőek. Hát például itt a Mezopotámia körül területen itt van egy olyan város, hogy Kis. A kisváros mellett ott van a Marad nevezetű város. Kismáros fölött ott van a Kutya nevezetű város. Úgy hitták a germánok, hogy Kuta. Na, nyilván a germánoknál nincs láty T betű, úgyhogy a työt nem ismerik, de ennek a Kuta nevezetű városnak van egy érdekes jellegzetessége. Hihetetlen sok kuvasz kutya csontot találtak ebbe a városban, és a agyagtáblából kiderül az, hogy ebbe a városban azért tartották a kutyákat, mert hogyha valaki megsebesedett a mezopotámiai nép közül, és elkezdett genyesedni a sebe, akkor elvitték erre a kutyafarmra, és a kutyákkal addig nyaladták a sebét, még kitisztult, és begyógyult a seb.
Nem tudom, hogy igaz-e, de állítják, hogy a kutya nyálában van valami antibiotikum-szerű anyag. Hát most ez igaz, vagy nem igaz, nem tudom, de egy biztos, a kutya a saját sebét is addig nyalja, még gyönyörűen kitisztítja a sebet. Most a tengerparton is itt vannak az Uruk nevezetű városok. Hát a városoknak talán azt lehet mondani, hogy a 15-20%-a mai napig is érthető egy magyar ember számára, hogyha a városokat végignézzük a neveket. Menjünk tovább. Hogy milyen szintű volt Mezopotámia az építkezést, azt például ilyen cikkuráton gyönyörűen lehet látni. Hisz 6000 évvel ezelőtt négy emeletes épületekre is képesek voltak. De most, ha valaki képes fölépíteni egy négy emeletes épületet, akkor az akár 10 emeletes épületet is föl tud építeni, hisz a technológia megvolt hozzá. Menjünk tovább. Itt lehet látni Bobula Ida által föltárt szumér-magyar párhuzamokat. Bobula Ida volt az a hölgy a 19. század végén, 20. század elején, aki először próbálkozott meg a szumér nyelvnek a megfejtésével. Őneki sikerült már 2000 magyar szót találni, ami a szumér és a magyar nyelvben ugyanaz. Legalábbis a gyökük ugyanaz, és a kiejtésben is alig van különbség, és ugyanazt is jelenti. Bobula Ida az egy olyan hölgy volt, aki több egyetemnek neki rugaszkodott, és minden egyetemet kitűnően végzett. Úgyhogy ezt csak azért mondom, hogy olyan férfiak is vannak, akik azt hiszik, hogy a nők az egy mellékszerepű valami, hát nagyon tévednek, a nőknek ugyanúgy megvan az agyuk, mint a férfiaknak, úgyhogy ebben semmi különbség nincs. Ez a nő, ez kitűnő bizonyítéka annak, hogy a nők csodálatosak tudnak lenni. Na nézzük meg azokat a szavakat, amiket itt föltárt. Érdemes végignézni egy pár szón, például ábrázat, abruaszat, abrosz, ubarasu, bab, ubub. Például érdekes el is gondolkozni a szavakon, hogy miket írnak. Abrosz. Az azt mondja, hogy 6000 évvel ezelőtt ráterítettek valamit az asztalra, hogy szép tisztán tudjanak megteríteni. 6000 évvel ezelőtt. Babona, babuna, babrál, babar, borda, barda, csata, sata, csipke, síp, kalapács, kalapatú, kantár, gantúr, kappa, kapa, kapta, kapda, karácsony, gurasumu. Na most, karácsony. Ugye magyar az egyetlen nyelv a világon, ami a egyházi liturgiának az összes kifejezésére saját szava van. Sehonnan nem kell semmit átvennünk. A karácsony szavunk biztos, hogy nem keresztény eredetű szó, hisz 6000 évvel ezelőtt már ott van a suméroknál gurasumu név alatt. De vannak itt olyan érdekes szavak, például lug, ott van nálunk is lug. Ez viszont egy olyan szó, ami bizonyítja, hogy a mezopotámiai testvéreink azok kémiával foglalkoztak, nem is kis mértékben, mert tisztában voltak ezekkel a fogalmakkal, hogy lug és sav. Ugye hordtak kabátot is, mert megvan rá a szavuk, gubutu név alatt, kacsa, kusú, pocok, pucsú, pusru, pohár, bahar, palást, palasutu. Hát végig lehet menni, Bobula Ida 2000 szót tárt föl, majd a 20. században egy Badini Jós Ferenc, aki a második, ő Hortinak egyik repülős tiszte volt, háború után kimenekültek Amerikában, elvégizi a jezsuita iskolákat, majd később megalakít Buenos Airesben egy szumerológiai intézetet, és ők nekik aztán nagyon egy csoport, egy team alakult ott ki, és rengeteg szumér kőtáblákat próbálnak megfejteni, és ők a következő eredményre jutottak, nekik már 6000 szót sikerült megtalálni, és rájöttek arra, hogy a magyar nyelvtan a szumer nyelvtannal 95%-ban megegyezik. Szóval azt lehet mondani, hogy ez a két nyelv végül is egy nyelv. Most gondolják bele, hogy 6000 szó mentén ilyen nagy a hasonlatosság. 6000 szó. A finnugor elméletet 300 szó szópárhuzamra építik föl ezt az elméletet, a Habsburgok, akik ránk erőszakolták ezt a finnugor elméletet. Menjünk a további képre. Itt lehet látni Bobula Idát, akiről előbb beszéltem. Következő kép. Badinyi Jós Ferenc, aki megalakította a Szumerológiai Intézet Dél-Amerikában. A következő kép, mert ő nem csak szumerológiával foglalkozott, Badinyi Jós Ferenc nagyon sok őstörténelmi könyve is bele nyúlt, illetve megszerkesztett. Érdemes elolvasni a könyveit, mert ő is hihetetlen dolgokra hívja fel az ember figyelmét. Persze sokan kritizálják, hogy nem szakmailag nem megalapozott, de például ugye, amikor leírja, hogy Pártus hercegről talán már hallottak, hogy a Jézusnak írja a magyar mi voltát,
Hát én majd megmutatok önöknek, ezt most kaptam meg nemrégen egy olyan agyaktáblát, talán be lehetne most vetíteni azt az agyaktáblát, amit előbb mutattam. 2009-ben ásnak Jeruzsálemben, és egy nagy, elég mélységben találnak egy agyakkövet, amelyiken gyönyörű rovásírás látható. Ez a kő. Megállapítja, hogy Krisztus előtt 600-ból származik ez a kő. Nem tudták megfejteni egész mai napig az írás. 2015-ben fejtik meg ezt a táblát. A szöveget nem hoztam magammal, de akinek érdekel a szöveg, megvan nekem otthon, tiszta magyarsága van leírva. 2600 évvel ezelőtt ezen a területen tiszta magyarul beszéltek az emberek. Az azt jelenti, hogy Judea, Szamaritánia, Galilea végig magyarul beszélő népek éltek. Ugye Jeruzsálemot is úgy hívták, hogy Hierosolyma, Szent Sólyomnak a városa. Hiero az a görögöktől van átvéve, mert a görögül a szentet Hieronnak hívják. A Sólyom szavat nem tudták lefordítani görögre, úgyhogy ez maradt Solymának, és így lett belőle a Hierosolyma, majd utána Jeruzsálem. Ugye, aki foglalkozik a Ótestamentummal, az tudja azt, hogy a zsidóknak, ugye Mózes megparancsolja, hogy jöjjenek erre a területre, ahol a Kánaán népek élnek, írtsák ki utolsó írmagjáig ott a népet, öljék meg az anyákat, a gyermekeket, a férfiakat, és ez az ő választott földjük lesz. Az azt jelenti, hogy amikor ők oda bevonulnak, a mi testvéreinket gyilkolják utolsó porig le. Az utolsó király, kánaáni király, akit elkaptak, és egy szikla mellett, egy barlang mellett felakasztanak, azt az embert úgy hívták, hogy Aradi Béla, kánaáni király. Na, menjünk vissza előadásra. Ahogy mondtam, hogy körülbelül 10 000 évvel ezelőtt elindul az áramlás kelet felé, és ez lesz majd a szkita népeknek az alapgyökere. Itten mindjárt az elején, itt lesz egy kanyar is, ami még belecsatlakozik ehhez a vonulathoz, méghozzá pont az a kanyar, ami a Mezopotámia, ugye a Kárpát-medencéből levonulnak az emberek a Mezopotámia területre, és ott kialakítják azt a hihetetlen magas kultúrát. Csak ugyan a jégkorszak alatt kétfajta típusú ember alakul ki. Az egyik, ami a Kárpát-medencére jellemző, aki meg tudják termelni a saját anyagi javaikat, és a saját megtermelt anyagi javaikból élnek, ez a panon nép. De vannak olyan népek, akik erre képtelenek, most vagy azért, vagy olyan zord körülmények között éltek, hogy nincs rá lehetőségük, vagy másoknál, vagy a mentalitásuknál fogva. Tehát biztos időről időről ez a másik fajta nép betör azokhoz a népekhez, akik meg tudják termelni a saját anyagi javaikat, azokat legyilkolják, és ellopják a javaikat, és ők ezekből élnek. Ez az ő életmóduk. Most a szumér területekre, ugye oda a szemiták törnek be időről időre, és olyan hihetetlen, tehát embertelen harcmodorral gyilkolják ott le az embereket, le is van írva a körtáblákban, például a nőknek élve kihasítják a bőrüket a hátukról, és aztán a kerítésen szárítják ezt a bőrt. A levágott koponyákból piramist építenek a szemiták. A szemita alatt természetesen nem csak a zsidókra kell gondolni, hanem ugye az asszírok is a szemiták közé tartoznak, vagy az arabok is a szemiták, úgyhogy itt mindenféle nép szerepel. De mindesetre olyan vadharci brutalitással írtják a Mezopotámia népet, hogy az aztán egy idő után hát próbál időnként védekezni, sőt még a 5000 évvel ezelőtt van egy Gudea király, akinek sikerül újjá varázsolni Mezopotámia területét egy nagyon erős szemita támadás után. Fantasztikus törvényeket is hoz, Gudea pap király volt, például olyanokat hozott, hogy olyan törvényeket hozott például, hogy a nők, amelyek úgy szülnek gyereket, hogy nincs férjük, vagy elesett a férjük katonaként, akkor ezeket a gyerekeket a papok nevelik föl, és a legcsodálatosabb tanult embereket ezekből a félig árva gyerekekből nevelik föl. Ez törvényileg van szabályozva. Vagy például olyan törvényt hoz, hogy a kikötők államosítva legyenek, és a bejött hajóknak az adóival a nemzetet szolgálják. Szóval fantasztikus törvényeket hoz 5000 évvel ezelőtt a Gudea pap király. De mindenesetre ennek a folyamatos betöréseknek a végeredménye az lesz, hogy veszik magukat a szumérek, átkelnek a Kaukázuson, és a Kaukázus északi területén alakítanak ki új birodalmakat.
És ezeket a birodalmakat a görögök majd később úgy hívják, hogy Szabír, Szabír területek, Szabír birodalmak. Ettől a Szabír szótól kapja meg Szibéria az elnevezését. Mert ugye ezek a szabírok aztán nem csak itt maradnak, hanem ők társulnak ehhez a Kárpát-medencéből jövő keleti áramlat felé, azokkal összekeverednek, és ezek még mindig ugyanis az többé-kevésbé európai eleme, ami megy kelet felé Európából. Na most ehhez Ázsiának a déli részéből csatlakoznak új népek. És ezért nem beszélnek mindenhol magyarul, annak ellenére, hogy akármelyik népet vizsgáljuk meg, több ezer magyar szavuk van, egészen Csukotkáig fölmenőig. Ugye, mert mondtam, hogy az Ázsiának a déli részén ugye nagy volt az elsivatagosodás a jégkorszak alatt, és ott is nagy volt az emberpusztulás, de azért mégis a nagyobb tavak, folyók mentén megmaradtak emberek. És mikor, miután helyreállt ez a vízrendszer viszonya a jégkorszak után, akkor már azért itt is kezdett rendesen esni, mert ez a hihetetlen víztömeg a jégpáncéből fölszabadult, és az belekerült utána a körforgalomba. Úgyhogy itt is elindult az ázsiai területeken is egy népszaporulat, ami aztán ő is vette aztán a batyúját, és elindult észak felé, és ott is elterjedt az a hír, hogy Ázsiának a nagy területe szabad, és még elfoglalható. Úgyhogy az az áramlat, ami délről megy fölfelé, az találkozik ezzel a nyugat-keleti áramlattal, ezek összekeverednek, és ezek a végleges szkíta népeknek a gyökerei. Most, ha megnézzük azt, hogy a Kárpát-medencében melyikek azok a népek, amik még mai napig is a szkíta népeknek a utódnépei, hát tőlünk keletre az első ország az Ukrajna. Az ukránok ma egy szláv nyelven beszélnek, de ugye a japánok voltak olyan kedvesek, és ők végigmentek az egész földet végigvizsgálták, és megnézték, hogy melyik népnek mi a genetikai állománya, és melyik más néppel hogy állnak rokonsági viszonyban. És például ők állapították meg, hogy a Kárpát-medencében élő népnek a legközelebbi rokonai azok a délről a horvátok, északról a lengyelek, és keletről az ukránok. Az ukrán népnek 60% a szkíta eredetű, és a maradék 40 az valahol szláv keverék, szláv kazár. A kazárok azok már inkább a szkítákhoz tartoznak, mert ez egy türk nép volt, szkíta eredetű. Na most ugye azt követően itt van, Ukrajna alatt van a Krim félsziget, hogy az oroszok most azért foglalták vissza a Krimet, mert azt állították, hogy az ősi szovjet vagy orosz terület, ebben nincs igazuk, se az oroszoknak, se az ukránoknak nincs igazuk, mert ez egy ősi tatár terület. A tatárokat innen az orosz cár egyszerűen kipaterolta, mert neki szüksége volt a cárnak egy katonai bázisra, hogy megfelelően tudja ezt a tengerterületet onnan kontrollálni. Úgyhogy ott kialakított, már a cári idejében kialakították a tengeri flottát, mindesetre ők, meg aztán később ezt folytatta természetesen Stalinis, a tatárokat úgy, ahogy vannak, áttelepítették Kazaksztánra, Kazaksztán területére. Úgyhogy se ukrán, se orosz, ez egy tatár terület, és a tatárok hozzánk nagyon-nagyon közel, genetikailag nagyon közel rokonok. Az egy más dolog, hogy ugye a mongol nyomásra ugye minket megtámadtak, hát sajnos testvérek között is van háború, ez egy olyan volt. Hogyha az ember tovább megy keletre, akkor ott találunk egy 1,7 millió kilométer nagyságú területet, nézetkilométer nagyságú terület, ez Kazaksztán, aminek a fővárosa sokáig Almata volt, az itt található egész a Kirgiz határ mellett. Most áthozták a fővárosukat a ország közepére, ezt most Asztanának hívják. Kazaksztán ugye most már közel 25 éve szabad, az a szovjet impérium alól felszabadult. A lakos attól függetlenül, hogy majdnem olyan nagy, mint Európa, legalábbis 3/4 része az Európának, nagyon kevés ember él benne, 35 millió ember él benne, ennek is még kb. 30%-a orosz mai napig. Az oroszok azért innen azért csak mennek visszafele a saját anyaföldük irányába. A kazakok csináltak egy érdekes politikai húzást, ők ugye nagyon finoman próbálták az oroszokkal való kiegyezést, hogy ne kerüljenek velük konfrontációba, hát nyilván tisztában voltak az erőviszonyokkal. Ők úgy vezették be a kazak nyelvet az iskolájukban, hogy adtak az oroszoknak 10 évet, hogy megtanuljanak kazakul. 10 éven keresztül párhuzamos egyetemek voltak, de 10 év után, és az idő most már letelt, most már csak kazak nyelven lehet tanulni. Úgyhogy az az orosz, akinek ez nem tetszett, akkor 10 éve volt lehetősége rá, hogy vagy megtanul kazakul, vagy visszamegy Oroszországba. Mindenesetre Kazaksztánban él 35 fajta turáni nép,
vagy türk nép, vagy szkíta hun nép leszármazottja, közök az ujguroknakból is 1 millió ujgur él ezen a területen. Én nekem ott volt szerencsém az ujgurokkal kapcsolatot fölvenni. De menjünk további népeken. Ugye itt van Mongólia. Nem tudom, hogy melyik magyar ember tudja, hogy a mongolok saját magukat úgy jellemzik, hogy mi keleti hunok vagyunk. Már nem mi, ők keleti hunok. És van-e nekik joguk ők magukat hunnak nevezni, hisz minket hívnak Hungáriának. És van joguk. Miért van joguk? 4000 magyar szavuk van a saját nyelvükben. 4000. A hunnak, Mongóliának ezen a területén élettörzs úgy hívják őket maguk a saját nyelven, hogy magyarok. Kékszemű szőke emberek. Kicsit szélesebb a arcpofa csontjuk, mint a Kárpát-medencében. Ők annak a maradványai, ami 10 000 évvel ezelőtt ment kelet felé. Ők adták az európai elemét az összes népnek, ami itten kialakult. És így nem csoda, hogy a mongol nyelvben 4000 magyar szó van, de a kazak nyelvben is közel ennyi van. És Mongólia, ugye ez itt a kínai terület, a kínaiak azok 1949-ben elfoglalják Kelet-Turkmenisztánt, a ujguroknak a őshazáját, és 1949 óta 8 millió ujgurt le is lőnek a kínaiak. Amit ott az csinálnak, mi általában csak a Tibetben zajló szörnyűségekről hallunk, hogy mit csinálnak az ujgurokról, sajnos kevés hír jön hozzánk. Napi szinten történik a gyilkolásás az ujguroknak. Az ujgurok gyerekeket 14-15 éves korban, kislányokat elragadják a szülőktől, és töltik vele föl a kuplerájukat Dél-Kínában. Az ujguroknak csak egy gyereket szabad nemzeni. Hogyha viszont egy ujgur feleségül vesz egy kínai nőt, akkor 3 évnyi füzetés jutalékot kap pluszba, de hogyha egy ujgur az ujgurt vesz feleségül, akkor 6 évnyi büntetést kell fizetni. 6 évnyi füzetésnyi büntetést kell fizetni. Ha véletlenül egy ujgurnő második gyermekkel állapotos, és ujgurtól várja a gyerekét, akkor kivágják a hasába a gyereket, megölik a gyereket. Szóval ilyen körülmények érnek a végülis genetikai legközelebbi testvéreink Ázsiában. Menjünk tovább. Még bocsánat, maradjunk itt egy pillanatra. Mongólia után keletre itt ez a terület úgy hívták régen, hogy Mandzsúria. A mandzsúrok szintén hun nép voltak, a kínaiak már kiirtották őket. Összesen talán 10 000 mandzsúr maradt meg a mai napig. És mivel hogy ez a vonulat ez tovább megy, így érthető az, hogy Korea miért tart minket testvéreknek. Hisz ők is hunok. Mondjuk nyilván, ahogy megyünk errefelé, egyre több az ázsiai elem, de hogyha valakinek van szerencsére menni Koreába, akkor meg fog döbbenni, hogy milyen sok kultúrtörténeti párhuzamot, vagy mit tudom én, néprajzi párhuzamot találunk a koreai népnél. A tulipános rajzolattól kezdve rengeteg olyan dolgot, amit megmelengeti a szívünket, hogyha még ilyen, pláne ilyen messze találkozunk ilyen dolgokkal. Japánnak az északi szigetcsoportjai, ahol az Ainó japánok élnek, az Ainó japánok hunok. Ugyanis amikor kialakul a kínai hun háborúskodás Krisztus előtt 200 körül, akkor sajnos a hunok húzzák a rövidebbet. És a hunok két irányba mennek el innen. Hát egy részük ott maradt, azok a ujgurok, akik ott maradtak. Akik vonulnak, egyik részük vonul nyugat felé, azok lesznek végül is az Attila hunjai. A másik vonulat az megy kelet felé, erről a történelmünk semmit nem tanít. Először elfoglalják az észak-japán szigeteket, az ottani maradványokat úgy hívják, hogy Ainó. Gyönyörű nép, harcsabajuszú, szőrös mellő férfiak. A japánokra ez abszolút nem jellemző, majdnem ott szőrtelenek a japánok. És ezek innen mennek, nem a Bering szoroson, hanem hajókkal mennek szépen át Kanadába. És a hunoknak a ma élő kanadai testvérei, vagy leszármazottai, azok a Dakota, Lakota, Hun és Sioux indiánok. Majd odaig tudunk, mert megmutatom a képeket róluk. Menjünk tovább. Itt lehet látni Kínának azt a területét, ahol ez a Kelet-Turkmenisztán, amit a Kína 49 óta elfoglalt. A fővárosuk Ürümqi, az körülbelül itt található. Szintén egy medencét vesz körül az ő országuk. Ez a medence belsejében sivatag, ez a Tarim medence. Végül is még Krisztus előtt 2-3 ezer évvel, vagy Krisztus előtt 1000 évvel ezelőtt a mi területünket úgy hívták, hogy Scythia Minor, Kárpát-medencét. Ez a terület itten, ez a Scythia Major. És a két Scythia között működött a Selyemút.
Úgyhogy a Selyemúthoz is nekünk bőven közünk van, mert a két szkíti közötti kereskedelmi út rendszert képezte. Na most, ujgurokból körülbelül most 20 millió van. Nagyon-nagyon harcos nép, több mint 300-szor próbált már fölállni a kínaiak ellen, mindig brutálisan leverik, hát nyilván az ujgurnak nincs a kezükbe se fegyver, se semmi, akár késekkel is megpróbálják kivívni a szabadságukat, tehát a kínaiak brutálisan leverik. Még nem csoda, mert erről a területről évente 5000 tonna aranyat visznek ki a kínaiak erről a területről. A világnak a harmadik leggazdagabb olajforrásai ezen a területen vannak. Hihetetlen gázmezők vannak. Végül is ujgur területen, Kelet-Turkmenisztánban, vagy Mandzsúriában, vagy bocsánat, Dzsungáriában természeti gazdaságot tekintve egy hihetetlen gazdag ország. Szerencsétlen ujguroknak ennél fogva nagyon kevés a valószínűsége, valami nagyon komoly politikai földrengésnek kell itt történnie, hogy megváltozzon az ujgurok helyzete. Ugye alul vannak a tibetiek, itt ezen a területen, de mert ez egy külön térkép, majd a tibetekről külön beszélgetünk, menjünk tovább. Érdemes megnézni az ujgur és a székely zászlót. Az az ujgur, ez a székely. Most ezen a képen, ezen vetítésen nem lehet látni, nem tudom miért mutat más színt, a két zászlónak a világos kék égszín színben nincs különbség. Ugyanaz a kék szín kép, szóval körülbelül ilyen kék színű mind a két zászló. Annyi a különbség, hogy a székelyeknél napocska van, az ujguroknál hold van. De aki nem látja a kettő közötti szellemiségnek a hasonlatosságát, tehát a szem meg a szemüveg se segít. Menjünk tovább. Na most ez az egész Kína területe, és zölden lehet látni azokat a területeket, ahol nem kínaiak élnek. Fölhívom a figyelmet erre a kis csücsökre itt fönt. Ugye ez az ujgur terület, főváros Ürümqi. Ürümqi körülbelül 2,3 milliós város mai nap. Abból a 2,3 millióból 95% már kínai. Naponta 15 ezer kínai telepszik át belső Kínából csak az Ürümqi főváros irányába. Ez itt belső Mongólia, ezt a mongoloktól rabolták el a kínaiak. A mongol területe maga az egy óriási terület, majdnem 1,5 millió négyzetkilométer, itt alig 2 millió mongol él. Steppekből áll az egész terület, itt vannak alul hegyek. A mongoloknak az öme az most már Kínában él, kb. 6 millió. Na most mi magyarok szempontjából fontos ez a terület? Ott él egy kis nép, kb. 250 ezeren élnek, és tudják, hogy hívják saját magukat? Saját nyelven? Úgyhogy székelyek. Itt élnek a székelyeknek az édestvestvérei. Ezen a területen, ez a kis csücskön. Ez egy katonailag zárt terület, és van egy barátom, aki most már vagy 3 éve folyamatosan jár, és föltérképezi ezt a területet, folyamatosan az életével játszik, de oda ő bejutott, le is fényképezte, föltérképezte a mesevilágukat, mindent. Hazahozta Magyarországon ezt az egész anyagot. Még pillanatnyilag nem meri publikálni, mert ameddig még visszajár Kínában, nem akarja bemutatni, hogy milyen kincseket hozott onnan haza. De eljön ennek is az ideje. Na, Tibet. 2 évvel ezelőtt volt egy konferencia, hol is volt? Körmenden, azt hiszem, Nyugat-Magyarországon. Azt a Móricz Jánosnak a hagyatékára szólt ez a konferencia, és ezen a konferencián voltak Ecuadorból, Perúból történészek, meg archeológusok, és ott volt egy hölgy, aki ott felszólalt, és azt állította, hogy a Perúba található népeknek egy része a szkíta eredetű. Ők, hogy valamikor volt egy olyan kataklizma, amikor a szkíták innen körüljárva a glóbuszt megtelepesznek Ecuadorba, vagy Perúban, majd egy következő kataklizma következtében hajókkal jönnek innen alulról föl, és megtelepesznek Tibetben. Úgyhogy végül is egy kanyar útján Amerikát megkerülve megint csak rokon népek kerülnek Tibetbe is. Most amikor Körösi Csoma Sándor bejárja ezeket a területeket, ő már akkor jelzi, hogy a magyarság számára mint Tibetben, ő neki végül is a végcélja az ujgur terület volt, mert Körösi Csoma Sándornak a családfájában le van írva, hogy ő ujgur eredetű. Nem tudom, azt ki tudja az emberek közül, ujgur eredetű. És ő a saját őseit akarta megtalálni ezeken a területeken. Sajnos itt elakadt. Tibetnél tovább nem ment följebb. Végül is Körösi Csoma Sándort megölték,
úgyhogy nem tudta véghez vinni a küldetését, de ő ma itt írja, hogy nem tudjuk elképzelni, hogy micsoda iszonyú értékek találhatók a tibeti kolostorban, ami a magyarságot illeti. Mert ugye ő megtanult tibetül, meg is csinálja a tibet-angol szótárt, úgyhogy belelátott azokban a dolgokban, amikről még, talán még pillanatnyilag sincs tudásunk. Menjünk tovább. Ujgur-magyar szópárhuzamok. Ugye van egy Magyar Tudományos Akadémiánk, amiről mindent el lehet mondani, csak nem az, hogy magyar és hogy tudományos. Sőt, azt lehet róluk mondani, hogy a magyarság ellen dolgoznak, nem is kicsit, hanem kökeménnyel. Magyar Tudományos Akadémia idáig még egyetlen rokon néppel se csinálta meg a összehasonlító szótárt. A finugarizmust papolja mai napig, ami bizonyíthatóan egy kitalált elmélet. Például az ujgurok, akik genetikailag hozzánk pillanatnyilag a legközelebb álló nép, még mai napig nincs ujgur magyar szótár. Ezek a szavak, amik itt találhatók, én ez úgy jutottam hozzá, ezt azért elmesélem, hogy vettem fel a kapcsolatot az ujgurokkal. Én Németországból voltam a Világszövetségnek a németországi elnöke 12 éven keresztül, és ennél fogva kaptunk egy hivatalos meghívást Kazaksztánba, a Kazak Világszövetségtől. És akkor így voltunk egy körülbelül egy hétig Almatában, és Almatában van egy, most már nem az a főváros, de régen az volt, van egy gyönyörű szép palota, amely palotában az ott levő 35 nemzetségnek van egy kulturális irodája. Na most, akkor ezt megtudtam erről, és tudtam azt, hogy itt Kazaksztánban 1 millió ujgur él, akkor azonnal fölkerestem ezt az irodát, és hát ott vettem föl az első kapcsolatot az ujgurokkal. Szerencsére tudok oroszul, úgyhogy ugye a Kazaksztán az Szovjet Impériumnak egy része volt, úgyhogy az orosz nyelv az természetesen ott nem probléma. Tudtam velük beszélgetni. Na most ott tudtam meg azt, hogy a ujgur európai dioszporának a központja Münchenben van. És én meg akkor még Münchenben éltem, úgyhogy én ahogy visszajöttem Németországba, azonnal felvettem velük a kapcsolatot, és így kerültem barátságba az ujgur világkongresszusnak a főtitkárával. Ümit Hamitnak hívják. Éppen múlt héten jöttem vele vissza Csángóföldről, meg Székelyföldről, és egy hihetetlen, hát egy lelkileg nagyon, szóval meggyúrta a lelkemet ez a találkozás, ez a ujgur, csángó, magyar találkozás, ez fantasztikus dolog volt. Na minden esetre ő fizikus, én nőgyógyász vagyok, úgyhogy egyikünk sem nyelvtudós, de nekünk van egy csodálatos szótárunk, amit úgy hívják, hogy cucorfogarasi szótár. Ez egy olyan szótár, jó vastag könyvekből áll, jó nagy szótár, ahol a magyar gyökök mentén vannak elemezve a szavaink. Ezt a szótárt azért nem reklámozza a Tudományos Akadémia, meg egyáltalán a magyar kormány sem, mert ugyanolyan nemzetáruló, mint a Tudományos Akadémiánk is. Azért, mert ebben a szótáron keresztül egyértelművé válik, hogy a magyar az ősnyelv, hisz ebben a szógyökök mentén van levezetve Európának az összes nyelve. Gyönyörűen látható, hogy ott van egy gyök, ez a gyök ott található meg az angolba, a franciába, a portugálba, a spanyolba. Nincs más ilyen szótár, de ebben gyönyörűen lehet ezt látni. Na most, mi elővettük ezt a cucorfogarasi szótárt, és akkor néztük a gyökeinket, és akkor körülbelül egy óra alatt 300-400 közös szót találtunk. Most gondoljanak bele, hogyha mi egy óra alatt 300-400 közös szót találunk, és előveszik ezt szaktudósok, a két nyelvet, és összehasonlítsák az összes dialektikus nyelvjárási szavainkat, összehasonlítsák a kihalt szavainkat, akkor ott én szerintem több ezert, akár 10 000 közös szót is találunk. Érdemes megnézni azokat a szavakat, amiket megtaláltunk közös szóként. Számomra azért volt szörnyen izgalmas az ujgur nyelv, mert rengeteg magyar szóra, amit mi használunk, ugye nem tudjuk a szónak az értelmét, hogy pontosan honnan arad a szó, az ujgur nyelv megmagyarázza az értelmét. Mondok egy példát, itt van a kolbász szavunk. Ugye a kolbász, hogyha azt mondom, hogy kolbász, hát mi jelenik meg a lelki szemeink előtt, ugye megjelenik a kolbász, finom, enni, csípős, paprika, stb. Ez jelenik körülbelül meg. De a szónak az értelme honnan ered? A kol, az ujguru azt jelenti, hogy kéz. A basz, na ezt használjuk mai napig is, ugye tömni, dugni, nyomni. Most mi történik, amikor valaki kolbászt csinál? Előveszi a kezeit, és nyomja, tömi bele a húst a bélbe. Szóval az a kolbász, az azt mondja meg, amit mi eszünk, a végeredményét. Most én aztán gondolkoztam rajta, hogy vajon a kol szavunk megvan a mi magyar nyelvben is. És megvan. Tudják hol? Ököl. Ott van benne a kol szavunk. Vagy a kalamári, ami a kézzel írást jelenti.
Na, nézzünk egy pár szavat. Ugye kap, kapmak, söpör, szüpürmek, adni, ödne, ugrik, jügyür, ér, erek, bátor, bátur, szakál, szakal, atya, ata, anya, ana. Na most ezek az alapszavak, mint atya, ana, ezek még a ragozásban is ugyanúgy hangzanak. Hogyha én azt mondom, hogy az én anyám, akkor oda teszem a embetű végződést. Ugyanez van az ujgurban is. Hogyha azt mondja az ujgur, hogy az én anyám, akkor azt mondja, hogy anám. Atyámra azt mondja, hogy atám. De hogyha én magyarul azt mondom, hogy kicsikém, az M végződést, már ujgur nyelven a kicsi az is kicsi, és hogy azt akarom mondani, hogy kicsikém, akkor ujgurul is kicsikémet kell mondani. Na itt van egy, például olyan szó, hogy csárdás. Tudjuk, hogy tánc, de mit jelent a szó? Nem tudjuk. Az ujgur nyelven megmondja, azt jelenti, hogy őrzőpár, ugyanis ezt jelenti a csárdás ujgurul. És nézzék meg a táncot, hogy őrzi a menyecske vagy a fiatal ember a kislánynak a mozdulatait, végülis megvan a logikája benne. De vannak olyan ujgur szavak, amit sose az életben nem használtunk, és mégis értünk. A szemüveget úgy hívják, lehet, hogy a következő táblán lesz, a szemüveget úgy hívják, hogy közeneg. És valahol megvan a logikája, hogy miért közeneg. A papucs szavunk úgy van, hogy tapus. Mit csinálok? Taposok. Hát ők tapust mondanak papucs helyett. Vagy ugye vezérszó, az is vezér. Sok, nagyon sok a hasonló szó. Elhoztam Magyarországra az ujgurokat 8 évvel ezelőtt, elvittem a Hősök terére, és akkor nézzük a honfoglaló őseinket. És mindegyikre mondják, hogy mit jelent. Mi nem tudjuk. Mit jelent az, hogy hubba? Honnan tudja azt, hogy magyar ember? Halván gőze sincs. Mit jelent az, hogy kond? Mit jelent az, hogy tas? Tudják ezt valakik? Nem tudja senki szinte a magyarok közül. Tas például azt jelenti, hogy kőszívú bátor ember, ujgur nyelven. Nagyon fontos tudni a következő szót. Azt, hogy a pest, az azt jelenti ujgur nyelven, hogy síkság. Ha előveszik a Magyar Tudományos Akadémiának a értelmező szótárát, ott le van írva, hogy a pest szavunk, az azt jelenti, hogy az természetesen mi a szlávoktól vettük át, mert kitől mástól természetesen, és azt jelenti, hogy sütőkemence, a pec. Most nem tudom elképzelni, hogy van egy nép, ami a sütőkemence mentén hívja a fővárosát, de egy biztos, ha megnézzük Budapestnek a térképét, ugye van az Iszter, a Duna, aminek egyik oldalán van a Buda, és az egész világon a Buda az megvilágosult szentet jelent. Csak a Kárpát-medencébe teszik a H betűt bele, hogy még véletlenül se jöjjön rá a magyar nemzet, hogy itt miről szól a történet. Én bejártam az Ázsiát. Nem találtam egyetlen egy országot, ahol Buddhának hívják Budát. Mindenhol egyértelműen Buda. És itt is. A Dunának a észak-nyugati részén ott vannak a szent hegyeink, a Buda. És a keleti részén ott van a síkság, a Pest. Tudományos akadémia mehet oda, hova való. Érdemes különben elolvasni ezt a könyvét, mert azért, ha valaki jót akar röhögni, vagy bosszankodni, akkor ezt a szószeretet érdemes elolvasni. Ugyanis következő módon elemzi a magyar szavakat. Ugye föl vannak sorolva ABC sorrendben a magyar szavak, és akkor mellé a jobb oldalt a magyarázat. És akkor így kezdődik körülbelül, hogy germán eredetű szó, héber eredetű szó, latin eredetű szó, ismeretlen eredetű szó, türk eredetű szó. Most, hogyha már nagyon nem tud mit kitalálni, akkor mondja azt, hogy magyar eredetű szó, minden 50. vagy 100. szóra, nagyon gyakran találjuk azt, hogy ismeretlen eredetű szó. Na most, ha valaki tudja, hogy hogy épül fel a magyar nyelv, akkor nagyon könnyű megállapítani, hogy honnan, kiveszi át kitől a szavakat. Ugyanis a magyar szavak, azok bokrokat, szóbokrokat képeznek. Ha mondok egy példát, a magyar nyelv egyértelműen mással hangzókkal fejti ki a mondatnak az értelmét. Hogyha én azt mondom maguknak, hogy kidvis gyerekig gyirtik idi, ködös gyerekek györtök ödö, küdvös gyerekek gyűrtök üdű, vagy kedves gyerekek gyertek ide, én szerintem minden mondatomat teljesen lehetett érteni. Ezzel bizonyítható az, hogy nem a magánhangzók azok, amik az értelmét adják a mondatainknak, hanem mindig a másalhangzók. Ők a értelemnek a hordozói. Na most így van ez a szó gyököknél is, hogy én azt mondom például, hogy velem ez egy nagyon gyakori példa, a K meg az R betűt veszem elő, és teljesen minden, hogy milyen magánhangzót teszek a közepére, akkor mindig valami ív alakú, valami körjellegű dolgot fog kapni. Ugye? Kerék, karika, korona, király, hisz átölel egy országot.
a KG áthalás, ott van a gurul. Szóval teljesen mindegy, milyen magánhangzó van. Mindig valami íveltet jelent. Na most, hogyha összeveszünk két nyelvet, és abban a két nyelven megtalálható egy közös szó, akkor hogyha az a szó a magyar nyelvben egy, nem egyedülállott, hanem körülöttem van egy szóbokornyi rokon szó, akkor teljesen biztos, hogy magyar eredetű szó. Mert ez a szó általában a másik idegen nyelvnél egyedülállott. Teljesen rokonság nélkül. Na most, hogyha így hasonlítjuk össze a magyar szavakat, azokat a szavakat, amit a Tudományos Akadémia föl taglal abba a könyvben, akkor egy nagyon érdekes dolgot fogunk találni. Nem az van, hogy germán eredetű, meg ilyen, meg olyan, meg amolyan eredetű, hanem minden rájövünk az, hogy magyar eredetű, és a magyar nyelv volt az átadó, és ez az idegen elem volt az, ami átvette. Menjünk a következő képre. Na, itt lehet látni Budapestet. Ugye lehet a Pestet látni. Mi a Pest? Síkság. Duna. Másik oldalon ott vannak a Buda, a szent hegyeink, a megvilágosultságnak a jelképe. Menjünk tovább. Na most mondtam ugye az előadás elején, hogy a Kárpát-medencében volt körülbelül 9-10 évvel ezelőtt egy hatalmas nagy kiáramlás nyugat felé is. Azok voltak a kelták. A keltákat végül is nagy mértékben kiirtották. Kiirtották őket ki? A Római Birodalom. A Római Birodalom, amikor megszerveződik, hát nekik egy nagyon szerencsés konstellációjuk volt, ugye, mert 3000 évvel ezelőtt Kárpát-medencéből oda költöznek az etruszkok, amik viszik oda a tudást, az építkezési technológiát, szóval minden tudást oda visznek, de viszont az olasz csizmának az alsó részén ott élnek italok, dórok, görögök, mindenféle olyan nép, ami azért elég harcias. Most ez a két elem ez jó összegyúrja magát. Az etruszkok nem halnak ki, mai napig élnek, de össze vannak keveredve az Olaszország alsó népeivel. És így alakul ki egy nagyon militáris, de nagy tudású nép. Ez lesz a Római Birodalom, ami olyan disziplinált hadsereget képes felállítani, hogy amikor azok átlépnek az Alpokon, akkor leradírozzák a kelta népeket. A kelta népeknek van sajnos egy nagyon nagy pehük, nem képeztek nagy birodalmakat. Ők mindig csak ilyen kisebb fejedelmekségbe éltek, úgyhogy amikor megjelennek a rómaiak, akkor egyrészt a keltáknak jó részét kiirtják, a másik részét elviszik haza rabszolgának, amikkel csinálják az építkezéseiket. Tudni kell a Római Birodalom, hogy ez egy szörnyen kegyetlen, nagyon szép építkezésük van, de mint ember nem lehet őket semmibe se nézni, hihetetlen, drasztikusan kezelik az ellenségnek a népeit. Valakit megölni hétköznapi dolog, valakit keresztre feszíteni hétköznapi dolog, valakinek megerőszakolni, bármilyen rabszolgát meg, teljesen normális dolog. Bedobni állatok közé, megetetni az állatokat rabszolgával hétköznapi dolog. A gladiátor iskolákban, amikor az embereket arra képzik ki, hogy egymást gyilkolásszák a színpad előtt, természetes dolog. Szóval olyan a empátiájuk egy másik emberrel szemben, hogy a legalacsonyabb szinten lehet róluk beszélni. Na minden esetre maradtak azért kelta maradványok Európában, akiket ugyan keményen latinizáltak, ugye a Római Birodalom, de azok közül, akik még mai napig is nagyon erősen tartják, megvan az erős kelta tudatuk, az például a Nyugat-Franciaországban Breton. Na most érdemes megnézni, hogy a Breton ugye elvesztette természetesen a Kárpát-medencei nyelvét, de a régi kelta archívumokban megint csak egy székely ember, Timaruka Sándor, ő veszi a fáradtságot és éveken keresztül járja a kelta archívumokat, és neki sikerül 1650 kelta-magyar szópárhuzamot találni. 1650. Úgyhogy már ez is eleve ötször több, mint amire fölépítették a finugor elméletet. Na most nézzük meg, hogy hogyan néznek ki a bretoni kelták. Menjünk a következő képre. Tessék megnézni, bretoni kelta népviselet. Menjünk a következő képre. Bretoni fiatalember. Következő kép. Tessék megnézni a bretoni hölgyeket. 10 000 év óta teljes mértékben megtartották a Kárpát-medencei motivumokat. Teljes mértékben. És hogy ez a mennyire Kárpát-medencei motivok, amik mi mai napig használunk, és nem Árpáddal bejött magyarok vagyunk, hanem egy ősi pannón népnek a leszármazottjai, az ezzel is bizonyítható. Hisz
ők csak azt vittehették magukkal, ami a Kárpát-medencébe volt, hisz innen származnak. Tehát mit vittek magukkal? Pontosan ugyanazt a motivumrendszert, amit mi is használunk. Úgyhogy egyértelmű, hogy mi is a Pannon népnek a leszármazottjai vagyunk, hisz a kultúrkincseket mi is ezeket őriztük meg. Menjünk a következő képre. Na most hol élnek még olyan emberek, akik tartják a kelta múltjukat? Ez itt a Anglia terve, és a brit szigeteken ez Wales, mind nyugat, mind kelet Wales, Írország. Ezek elvesztették a nyelvüket, ezek már mind angolul beszélnek sajnos. Ki tudja, kik a skótok? Tudja valaki? Nem kelták? Szkíták. Benne van a nevükben, csak kicsit megváltoztatva. A skótok a 13. században írnak egy levelet, akkor még szkita nyelven beszéltek, írnak egy levelet a pápának, ahol kérik a pápa őfelség vagy főméltóságát, hogy segítsen nekik az angol szász elvonulás ellen katonailag. Hát a pápa beintett nekik, nem segített semmit, az angolok ledarálják őket, skótok elvesztik a nyelvüket, elvesztik az önállóságukat, hát szegények mai napig harcolnak a szabadságukért. Menjünk tovább. Ez a levélkülben megvan, ahol kérik a szkíták, és úgy definiálják magukat, hogy mi délről jövő szkíta nemesség, kérjük a pápa őfelségét. Így kezdődik a levél. Na most föltetek egy költői kérdést, nem lenne minden magyar kormánynak kutya kötelessége az európai összes rokon néppel fölvenni a kapcsolatot? Írekkel, bretonokkal, skótokkal, hisz ezek az népek mind baszkokkal, rokonok. Hogyha mi például csak az írekkel és a skótokkal fölvennénk a kapcsolatot, és tisztázódna a rokoni viszony, akkor Amerikából 50 millió skót és ír származású ember él. Most van egy emberi tulajdonság, amit nem szabad elfelejteni. Ha valakit nekem bemutatnak, úgy egy ismeretlen embert, hogy a bemutatkozás pillanatában derül ki, hogy a rokonom, eleve pozitívan állok hozzá. Ez egy emberi tulajdonság. Na most az emberi tulajdonság az kivetíthető a nemzetek közötti viszonyra is. És azt hiszem nem mindegy a magyarság számára, hogy a következő 20-30 évben Amerikában 50 millió ember velünk szimpatizálva gondolkozik. Nem mindegy. A kelta-magyar szó párhuzamot föltárja Timarukas Sándor egy olyan könyvben, amit úgy hívnak, hogy kelta-magyarok, magyar kelták. Ebben minden 1600 szó föl van sorolva. A magyarázat szavát úgy mondja a kelta, hogy magy. Ugyanazt a gyököt használja hozzá. Egyetlen nyelv a világon, aki maggyal magyaráz. Azok a kelták, kelta népekben található. Menjünk tovább. Ezek mindig a kelta magyar szavak. Menjünk tovább. Magyar szanszkrit. Ugye tudják azt, hogy kétfajta, hivatalosan elismert kétfajta papi nyelv létezik. A nem hivatalos az a magyar nyelv. Ugye a két hivatalos az egyik a latin, a másik a szanszkrit. A latinban több ezer magyar szó található, és a szanszkritban 800. A szanszkrit nyelv az volt a papi nyelv Észak-Indiában. A szanszkrit nyelvben úgy alakulnak ki a párhuzamok, hogy a szanszkrit nyelv a magyar szónak csak a gyökét használja. Kasz a kasz, jár já, tap a tap, tasz itt tasz, durcás, darsz, dárda, dár. Szóval végül is lerövidített magyar szógyököket találhatunk a szanszkrit nyelvben. Hát ezek is azok a kincsek közé tartozik, amit ma annak idején Körösi Csomó Sándor felfedezett. Menjünk tovább. Na most, ugye beszéltem már a mongol nyelvről, talán hallották már Obrusánszki Borbálának a nevét, ez egy fiatal asszony, aki Mongóliában végzi az egyetemet, ott tanulja a történelmet. Ő úgy tanulja a történelmet, hogy nincs megfertőzve a finugorizmussal, hanem azt a Mongóliában tanítja azt a történelmet, ami a valós történelem. És én akkor még Németországban éltem, és a Borbála nekem kiküldött e-mailen annak idején 1900 mongol-magyar szópárhuzamot. Menjünk a következő képre, lehet ezekből a párhuzamokból, ő Obrusánszki Borbála. Menjünk a következő képre. Ezek Mongóliában élő magyar törzseknek a képviselői. Ez egy szőke, kékszemű kislány. Észak-Nyugat-Mongóliában élne ez a törzs. Hát mondjuk annyiba különböznek tőlük, hogy talán egy picikét, nem biztos, hát ennek az embernek nem, de van, akinek kicsit erősebb ez a pofacsontja. Mondjuk ez a környezet, ha valaki a magyarságot akarná vizsgálni, nem igazán reprezentatív.
Mert ugye ez a környezet, Budapest és környéke, ez, itt rengeteg volt a germán, szláv és a szláv betelepülés, úgyhogy itt már olyan a keverés, hogy itt igazi magyarokat nem igazán jó keresni. Ha az el kell menni Székelyföldre, vagy Őrségre, például Ausztriába, ott vannak igazi magyar arcok. Menjünk tovább. Magyar-mongol szavak. Na most ugye a Bobrusánszki Borbála nekem 1900 szót elküldött, ez meg is vannak ezek a szavak. A mongolok is az oroszt ugyanúgy hívják, mint mi orosznak. Itt nem tudom, lehet, hátul is lehet talán olvasni, ugye, hogyha nem kell nekem ezt felsorolni, lehet látni a szavakat. Na most nekem van egy televízióm, ez a Hun televízió. Én ebbe a televízióba meghívtam a itteni mongol nagykövetségnek az egyik szaktanácsadóját, aki Magyarországon végezte az egyetemet mongol létére, és ő nekem viszont már 4000 magyar szópárhuzamról beszélt, úgyhogy majdnem kétszer annyi van, mint amit Bobrusánszki Borbála föltárt. Na most ennél fogva a mongoloknak teljes mértékben joguk van magukat keleti hunoknak tartani, hisz ilyen mennyiségű magyar szavakkal rendelkeznek. Ez nyilván nem akkor jött létre, amikor ugye Batukán Európába kirándul, és nem azzal foglalkozik itt, hogy gyűjtse a magyar szavakat, és azt szépen összerakosgatva hazavigye, és ezt elterjessze a saját népe között. Ez biztos nem életszerű. Ezek a szavak, ezek 10000 éve óta a mongol nyelvben benn vannak. Ez az abból a korból való, amikor a Kárpát-medence megtörtént a kirajzás, és adta európai elemét a mongol népnek. Menjünk tovább. Kevés ember tudja azt, hogy nekünk bármi közünk lenne a görögökhöz. Feltételezi önök közül valaki a rokonságot? Egy ember van, aki feltételezi? Kettő? Tanulták? Nagyszerű. Na most, hogy milyen szintű a rokonság, az nem is gondolná az ember. Ugye egy lerajzás volt a Kárpát-medencéből egyenesen délre is. Ezek voltak a szőke, fehérbőrű görögök, mégis az ógörögök, ugyanis a görögöket a történelem sodrásai folyamán megtámadják a dórok. Az egy sötéthajú, sötétebb bőrű, eléggé szőrös népelem, még a nőknek még bajuszkájuk is volt a dóroknak, nem ritkán, és ezek összekeverednek úgynevezett hellén görögökkel. Na most nekünk az ógörögök az érdekesek, meg ugye ők voltak azok, akik ott először megjelentek. Most nézzük meg az ógörög nyelvben, hogy mennyi magyar párhuzamot fogunk találni. Menjünk a következő képre. Azt lehet mondani, hogy teljesen mindegy, hogy melyik magyar szógyököt veszem elő, és hozzá bigyentem a szóvégzét, az iszosz végződést, folyékonyan ógörögül beszélek. Nézzük meg. Gyűrű gürosz, savanyú zumonosz, apó apusz, kampusz kambosz, gyönyörű gönörosz, forró purosz, fiú hűosz, kapasz kaposz, kád kádosz, kör gürosz, őr eurosz, luklakosz, szirt szirtis, szop szofosz, rokon progonosz, iker ikelosz, biztos pisztos, csizmadia szüszmatia, cipő szüpő, pokroc pikrosz, cölöp szkolop, segít segít, most most, esik eszik, files files, őriz őriz, őr őr, citera kitera, bolond bolinda, szomszéd szumszuáté, korpa kureba, szekrén szekarion, gonosz agonios, és így tovább 4000 szó mentén. 4000 szó mentén. Na most, ilyen fokú azonosság csak akkor lehetséges, hogyha két nép egymás mellett több tízezer évig élne egymás mellett. Erről történelmi tudásunk nincs. Úgyhogy csak a másik lehetőség létezik, hogy a Kárpát-medencéről levált egy nép, és vitte magával a dialektusát. És miután azokat utána megtámadták a dórok, hát megváltozott a nyelvük. De az ógörög nyelv így néz ki. Menjünk tovább. Úgyhogy végül is bárhova megyünk, a testvéreinket és a rokonainkat, az egész Európára vonatkozik. Menjünk tovább, ez még mindig az ógörög. Na most ugye nézzük meg, mi van Olaszországban. Olaszországban egész addig, ameddig a magyar történések és őstörténések, leginkább őstörténések mondták azt, hogy az etrusz nyelv az annyira magyarul hangzik, hogy mert nem beszélve arról, hogy az etrusz szobroknak a levő rovásírását csak magyarul lehet megfejteni, hát erre mindig jött az automatizmus, hülye, magyarkodik. És lesöpörték az asztalról. Csak hát most már ezekre az emberekre nem lehet azt mondani, hogy magyarkodik, mert ezek olasz professzorok. És nem is akármilyenek, eléggé híres emberek. Micheleo Nadeo, ő nagyon most már régóta foglalkozik az etruszkokkal, ennél fogva a magyarokkal is, és ki is ad egy könyvet, menjünk a következő képre, ahol részben a Kárpát-medencében levő sírokban található különböző elemek segítségével tudja bizonyítani
a Kárpát-medencének a kirajzását egész a kínai sárga folyóig, majd onnan több hullámból vissza, ami egybevág a szkita vándorlással, a hun vándorlással, a magyarok, meg az avarok vándorlással. Ő ezt a sírleletek alapján gyönyörűen tudja bizonyítani. A következő kép, ír egy könyvet, aminek angolul az a neve, hogy The Ugaritic Object, rovás alfabét. Ő bebizonyítja a könyvébe, hogy a magyar rovásírás az euróázsiai terület legősibb írása. Ez olasz létére bizonyítja be. A következő ember, akire megint csak nem lehet azt mondani, hogy magyarkodik, kérem a következő képet, az Mario Alinei. Mario Alinei nem a írással foglalkozik, hanem a társadalmi berendezkedéssel. És megállapítja, hogy az etruszkoknak is kettős fejedelmességük van, amelyeknek a neve megegyezik a magyar fejedelmeknek a neveivel. Társadalmi berendezkedésnek a rendszere tökéletesen megegyezik a magyar társadalmi berendezkedéssel. És a könyvébe meg is mutatja, hogy hogy áramlik ki a kultúra és a néptömegek a Kárpát-medencében. Hát ő ívelt vonalakkal jelzi ugyanazt, amit én mutattam egyenes vonalakkal. Azzal a különbséggel, hogy a menet nem áll meg Mezopotámiában, mint ahogy én mutattam a előadás elején, hanem egy ívvel megy tovább egész Egyiptomig. Ezt mivel lehet bizonyítani? Nagyon sokkal egyrészt az egyiptomi nyelv, ez egy magyar dialektus. Az a nyelv, ami Krisztus előtt még pár száz évvel ezelőtt a fáraók beszéltek, az magyar nyelv volt. Ez a nyelv Krisztus után 600-al változik meg, mert Krisztus után 600-ban megtámadják az Egyiptomot a szemiták, az arabok. Ugyanaz a történet, egy részét ledmészárolják a népnek, a maradékkal összekeverednek. Ez a nép, ami most ér ugye Egyiptomban, az egy ős-magyar arab keverék. Van más bizonyíték is, például az egyiptomi fáraóknak a arany kincsei teljesen egyértelműen Kárpát-medencében talált aranybányákból származnak. Ugyanezt úgy lehet megállapítani, hogy az arany, mint kémiai vegyület, azt nem lehet így különbséget tenni, csak az aranyban mindig van egy pici szennyezettség is. És az összes egyiptomi aranyban tellúr szennyezettség van, ami a világon egyetlen bányában található, azok a székelyföldi aranybányák. Vagy a erdélyi aranybányákban. Úgyhogy ezből is lehet bizonyítani ezt a nagyon szoros összefüggést, ami a Egyiptom és a Kárpát-medence között volt. Ír egy könyvet Mário Alinei, annak az a címe, hogy Ősi kapocs, magyarul így jelenik meg a könyv. A olasz címe úgy hangzik, hogy Lingua etrusca és una lingua archaese ungarese, ami azt jelenti, hogy a etruszk nyelv egy ősi magyar nyelv. Így hangzik az ő olasz könyvének a címe. És be is bizonyítja a két nyelv közötti azonosságot. Most nézzünk meg egy etrusz szobrot. Menjünk a következőkre. Itt még lehet látni, hogy hol éltek az etruszkok. Ugye az Alpoktól kezdve egészen le Pompeiig. Ez etrusz terület. Ezek keverednek aztán a századok folytán össze ezekkel a népekkel. Tudnunk kell azt, hogy Rómát az etruszkok építik föl. Ugye Romulus és Remus, két etruszk herceg, ők építik föl a Rómát. Na most, hogyha én ezt a kijelentésen most fogok tenni, 10 évvel ezelőtt mondanám, akkor így vinnének a bolondok házába. Azt állom, hogy egy Rómát magyarok építették. Még volt egy hölgy, aki elmosolyodott, pedig nincs rajta mit nevetni. Az etruszkok egy ős magyar nép. Ennél fogva, hogyha őt építik föl Rómát, akkor a magyarok építik föl Rómát. És ezen most már nem sok, vannak olyan olaszok, akik ezen már nem nevetnek, mert tudják ezt a párhuzamot. Szia, kutyuska! Na, menjünk a következő képre. Mondjuk a Pompeinek a föltárása, ugye, amikor a vulkáni hamu alól kitakarítják a várost, akkor ott lehet látni, hogy micsoda hihetetlen kultúrát képvisel ez a etrusz kultúra, mert a Pompeiban még teljesen hitelesen lehet látni, hogy milyen építkezési rendszerük, milyen kanalizációjuk volt, milyen faltfestményeik voltak, milyen ruhákba öltözködtek. Fantasztikus kultúra volt. Menjünk tovább. Az etrusz nyelven nem akarok foglalkozni, mert elég, hogyha ezt a szobrot megnézzük. Itt van egy etrusz szobor, itt található rajta a rovásírás. Na most ez a rovás betűk ide le vannak hozva. Az etruszk nyelvben, az ős etruszk nyelvben ott is csak magánhangzókat használtak. Nem volt szükség arra, hogy betegyék a másalhangzókat, mert végül is, hogyha valaki csak a magánhangzókat olvassa, az egésznek az értelme az kihangzik. Bocsánat, másalhangzó. Így van, bocsánat, köszönöm szépen. Na most ugyanezt történik itten, hogyha a magyar nyelv logikájával tesszük be a, végül is majdnem, hogy mindegy, hogy milyen magánhangzót,
megjön egy értelmes mondat, amely mondat összecseng azzal, amit a szobron látunk. Itt lehet látni egy hölgyet, aki fekszik, és a kezébe egy vázát tart. Ha elolvasom az etrusz szövegeket a magyar nyelvnek a logikájával, akkor ezt a mondatot kapom. A szíve, a szemefénye, a lányka, a ruhája, elárulja ki a váza álmodója. Végül is egy művészileg megalkotott, gyönyörű szép mondatot kapunk. És egyezik azzal, amit a szobron látunk. És nem egy szoborról van ez így. Akármelyik szobrot előveszünk, és rajta az etrusz szöveget, egy érthető magyar mondatot kapunk. Következő kép. Magyar-latin. Na most megint, hogyha előveszük a Magyar Tudományos Akadémiát, akkor ő azt mondja, hogy azért van nekünk, már mint nekünk magyaroknak, olyan sok latin szavunk, mert hát a liturgia nyelve, ugye a papi nyelv az a latin volt. Ez igaz, ebben nincs semmi kivetnivaló. De akkor miért van a mai olasz nyelvben olyan sok, több ezer magyar szó? Mert több ezer magyar szó van benne, aminek semmi köze nincs a liturgiához. A tető szó például. Miközben a tető, háztetőnek a szava, a liturgia, semmi. Úgy van, olaszul tetto. De mondom, a szavaknak az ezreit lehet találni a olasz nyelvben, vagyis ugye a poszt-római nyelvben. Templom, templum, kapu, kaput, hiány, hiátus, magas, magnus, marad, moror. Hát lehetne egy menni. Én nem hoztam nyilván azt a több ezer szót, csak bemutatásként mindig egy párat. Menjünk tovább. Ez még mindig ugyanaz. Menjünk tovább. Magyar-bolgár. Na itt majd kicsit tovább fog kerülni. A bolgár az egyetlen Európában, egyetlen nyelv Európa, vagy nép Európában, aki büszkén vallja a hun múltját. Ugye a magyar államvezetésünk mai napig fingár múltat erőszakol ránk, de ők a hun múltat tanítják az iskoláikba, gyerekkortól kezdve. Ők büszkén vallják, hogy ők hun, trák és szláv népeknek a keveréke. De hogy alakul ki Bulgária? Nagyon érdekesen. Bejön Attila Európába. Most itt kicsit meg kell maradnunk. Ki tudja azt, hogy miért jött be Attila Európába? Tudja ezt valaki?